Független média felület Miskolcon. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Donde no hubo sol para nosotros. Llégame hasta mi corazón en nuestra alcoba Rádió Miskolc. Sziasztok! Ez itt az Articsóka rovat. Ezt most találtam ki egyébként műsor előtt. Nagyon spontán vagy. Igen, rendkívül spontán. Igen, mert már volt egy pár ilyen kézművészeti
műsorunk, csak ugye nem volt és állandó cím. Hát igen. Hát valami artnak benne kellett csóka, lenni. Csóka, mi vagyunk a csókák. Igen, igen. Arti csókák. Szóval én Kocsi Semese vagyok, itt ő velem a stúdióban, Kovács Csótai Zsófia. Üdvözlet mindenkinek. Apropó. És Fehér Rozália. Igen. Nem Szabó Rozália, ugye. Úrhölgy. Úrhölgy, azt akartam mondani, igen. Spontán. Mai témánk Frida Kahlo. Szeretnénk felkelteni az érdeklődést iránta, és hogy készülünk is egy kiállításra, ami jelenleg is zajlik Pesten. Ja, már megnézni, nem mi készülünk kiállításra. Hát én úgy szoktam mondani. Igen? Készülök kiállításra. Na most én is értesültem róla a tegnapi nap folyamán, hogy készültök. Én is szívesen hát elmennék egyébként. Igen. Úgyhogy, de novemberig tart, úgyhogy november 4-ig. Igen. Szóval remélem, hogy a műsor végére többen kedvet kapnak, ha bejutunk, hogy megnézzék. Mert én jártam már, úgy elmentem, kiálltam a 3 óra hozzá sort, és nem jutottam be. Az orrom előtt bezárták a kaput télen. Na mindegy, úgyhogy előrelátónak kell lenni. Ez egy másik történet. Azért azt még elmondom, hogy a Magyar Nemzeti Galériában van ez a tárlat. Honnan jött? Mexikó. A Dolores múzeumból, ahol állandó kiállítása volt. 31 néhány képet hoztak el a 200 valahányból, amit alkotott egész a rövid élete folyamán. Nem tudom, ez soknak számít, kevés, nem? Hát csak ennyi sok van magángyűjtőknél, stb. Hát gondolom, ez van, amit meg tudtak tartani. Na, akkor az az első kérdésem, hogy nektek mi jut eszetekbe? Tehát, hogyha valaki nem ismeri Fridát, mint festőnőt. Apertúba vagyunk. Jó van, na, Frida Kahlót. Én is tenítem, én mindig is úgy voltam vele, hogy nekem... De mi jusson róla, veszük be az embereknek? Tehát valami hát egy művészről a művei jussanak eszébe, hát aki nem látja, az majd megnézi. De jó, hát... csak lehet, hogy valaki látta képeit, de nem tudja, hogy ő róla lesz most szó. Ja. Szerintem hát, szóval emberre válogatja. Abszolút unikum. Tehát Frida Kahlo már önmagában is észrevehető, mint akár hogyha a képeit nézzük, akár róla készült képeket nézünk. És úgy is jelenik meg a mexikói történetekben. Tehát hogyha, nem is tudom, valamelyik gyerekrajzfilmbe is megjelent. Tehát, hogy annyira unikum, ahogy kinézett, ahogy öltözködött, ahogy amilyen volt, hogy már azzal tehát teljesen észrevehető, és beívódik az embernek a retinájába. Akkor én most leírom. Tehát, hogy mindenképpen ugye gyakorta festette magát, sőt, szinte csak magát festette meg. Összenőtt szemöldökű, mexikói népviseletben járt tulajdonképpen. Igen. Ápolta nagyon, de nagyon is jól állt neki. De azt tudni kell, hogy az apja, ez egy német zsidó ember volt. Erdélyből mentek ki, ráadásul magyar. Magyar származású. Egy kis magyar. Hogy nagyszülők voltak a magyar származású zsidók, igen. És Németországból ment Mexikóba. És akkor ott jött össze ugye egy mexikói nővel az apja. De ő is nagyon szép. És tudni kell róla, hogy valószínűleg innen szívta magába a művészetet. Hát, valahol az apja. Igen. Az apja ugye fotográfus volt. Meg festett is portrékat. Hát ilyen művelt ember volt, és utána is kereste ugye a művelt férfiak társaságát, Frida. Meg nőkét is, de majd erről beszélünk. Hát ez végül is... Az a érdekes, hogy mennyire próbálták elnyomni ezt a bizonyos érdeklődést, vagy nem. Most van, aki tudott róla, van, aki nem tudott, szóval ez nem volt azért annyira általános nála. Csak bebecsúszott egy ilyen, gondolom. De még azért... Milyen érdeklődésre gondolsz? Hát ez a nemi identitás. Úgyhogy férfiba volt nagyon szerelmes, ugye többen is, meg szeretői voltak. De hát ez már majd... sorra jön, beszéljünk inkább róla. Először ne plecskáljunk, hanem a bulvárbe csúszunk. Tudod, annyi jót mondanak róla, hogy jó, muszáj már egy kis rosszat is idézőjelbe, mert egy ilyen embernek mindent elnézünk. Sőt, furcsa is lenne, hogyha nem lenne valami. Ilyen alőriei. Na de
nem is derül ki sok esetben, de nem is kell. Helyezzük már el időben Frida Kahlót. Mikor született? 1907. Igen, tisztáljék. És nagyon hamar el is hunyt, úgyhogy fiatal. 54-ben. 1930-tól 50-ig. Tehát ezt az időszakot kell elképzelni, hát, amiről beszélünk. 20-tól. Hát elég, már akkor. Igen. Szerintem elég fiatalon ért az a villamos 20 éves baleset. 20 körül. Igen. 20 körül. Igen, valamilyen baleset, és akkor, amikor ágyban fekvő volt, akkor hozta az édesapja ugye a vászlat. De addig meg... is volt már neki érdeklődése, mert előtte ment még ehhez a Diegóhoz. Én úgy tudom. Nem, csak látták, hogy meglesték legalábbis a filmben. Igen, igen. Van. És akkor már ő akkor érdeklődött, és a rajzait bemutatta neki, vagyis egyet azt mondta, hagyjon ott, én így emlékszem a filmből, és akkor megnézte, és úgy látszott rajta, hogy nagyon imponál, és... De, igen. Na mindegy, én legalábbis így emlékszem a filmben, és akkor felfigyelt rá, de tulajdonképpen ezzel a balesettel gyakorlatilag meghiúsult az, hogy esetleg őt felfedezze ez az ember, akihez ő elment. Felkiabált neki, hogy pacakos, vagy mit, nem tudom én mi. Azt mondjuk már el azért, hogy a filmben én úgy vettem észre, hogy a Frida naplójából vettek jeleneteket. Tehát, hogy amit ő leírt, a filmben rekonstruálták, sőt mondatokat is kivettek, hogy amit leírt, azt hogy mondhatta. Tehát hát szerintem nagyon, ezt a férfit nagyon, ezt tudom. Valósághű. Igen, nagyon jó így szeretni. Igen. Azt mondjuk már el, hogy Salma Hayek játszott a Fridát. Nagyon jó volt, igen. De most a filmről beszélünk? Hát szerintem egyszerre lehet a kettőről. Jó, csak igen, hát hogy átcsaptunk a filmre. Szóval történetre gondoltam egyébként, hogy valóban nagyon sok az alapja. Mert itt ugye vezetett naplót, és tényleg úgy volt, hogy akkor ezzel megszakadt ez a konkrétan, amit oda vitt képpel, kapcsolatos dolog, és utána, mikor már felgyógyult, akkor kereste meg megint. Na de a Rivera is egy nagyon híres mexikói festő volt, aki nagy falfestményeket csinált. Ilyen freskó festő Freskó festő volt, de tipikus mexikói képeket, freskókat festette, tudod, azok a munkások, meg a forradalom, meg kommunista freskókat. Na jó, hát jó, igen. Hát mondhatnánk, hogy igen. Ez ellentmondásos, de... Szocialista realistát. De az nem ugyanaz. Szóval a mexikói festésben amúgy is hasonló az elnagyolt, meg a egyéb dolgok. Színes. Azt szeretném megkérdezni tőletek, már most akkor ezt elkezdtél válaszolni rá, hogy ti miért szeretitek, vagy mi vonz az ő művészetéhez? Aha. Hát az ember mindig egy kicsit érez egy kis szimpátiát. Szóval, hogy mondjam, a mindenkinek van... Nem érzem, mert hogy jövök én ahhoz. Szóval mit? Hát a gondolatait? Mindenki, nem, a gondolatai, nem tudom, a gondolatait nem ismerheted, de azt, hogy milyen ember volt, mindenkinek van baja, problémája, és aki olyan, az abból is építkezik. Ugye, mert mindenkinek drámák, meg boldog idők, minden van az életében. Hát a legnagyobb művek mindig fájdalomból születtek. Na jó, hát be. Meg a boldogságból. Hát most az ritkább. Érzelmekből akkor. De igen, de a fájdalom, tehát az ők életét lényegében végigkísérte, ha belegondolsz. Tehát a paralízistől kezdve az autóbalesetre, mondjuk a paralízist megúszta aránylag. A lelki nyomorok tömkelege. Na de ez a veszélyéből adódott. A lényéből. A lényéből, mert igen. Aki nem olyan, az nem fog annyit szenvedni, mert a szélsőségek de ez kiérződik, ez minden festményen kiérződik, hogyha valakinek a hátterében ilyen erőteljes érzelmi sokaságok vannak. Igen, mert itt azért elég sok, szerintem őt sodródott a szerelem, boldogság, fájdalom, aha, meghalás, keserűség. Bocsáss meg, hogy a szabadban, ez a meghalás dolog a mexikóiaknál egyáltalán nem probléma, mert
együtt élnek a halottaikkal idézőjelbe, szóval a halál gondolata, nem konkrétan a meghalásra gondolom, hanem ez a mélyből jövő fájdalom, igen, így van, tehát én itt a fájdalom... Naponta belehalunk, így igen. Így van, tehát ebbe a fájdalomban nagyon meg tudunk törni, és ezek érződnek a képein, a színein, a ecsetkezelésén. Én azt csodálom, hogy ennyi képet tudott alkotni, szóval az a rövid élete alatt, hogy 200-on felüli képet... Termékeny volt. Hát meg volt rá ideje, ugye, kezdjük ott, de ilyen áron. Mi? Pont mint te. Neked is van rá időd. Hát már most igen, öreg nyugdíjasként ilyen relatíve. Ja. Csak azért... ne csípni a szememet a terpentin. Azt mondjuk már el, hogy ugye tele van szimbólumokkal az összes képe, és ezért, tehát hogy így fejezte ki a gondolatait, hogy nem leírta, hanem megfestette azokat a ilyen álomképeket tulajdonképpen, és ezért egyszer csak így, amikor megismerkedett, hogy a filmben van is egy ilyen, hogy találkozott is Picasso-val, de hogy Picasso, Miró, meg tehát ilyen, a szürrealisták konkrétan így felcsodálták, és elismerték, és rámondták azt, hogy ő is szürrealista, pedig Frida ezt tagadta, hogy ő nem gondolt ebbe bele, hogy ez az. Hát persze, jött a dolog. Mondjuk nekem Dalival nagyon egy... Nem, szinten van az ábrán, de ahogy kifejezi magát, amikor ilyen oda nem illő dolgokat így egymás mellé. Na, az ő olvasatában biztos belefért ez, mert csapongott. Ugye azt tudni kell, hogy sokszor morfiumot is, úgyhogy... Standult is közben, akkor azt mondod? Hát muszáj volt neki, mert a fájdalmait... Hát meg ivott is. Nem, hát most igen. Van, aki ezt megmeri tenni, van, aki nem. Nagyon sok művész volt úgy, hogy voltak dolgok, amik rá segítették egyéb művészét. Hát ezt az összes festőről készült filmben ezt végig lehet Na, hát nézni. Azért mondom, nekem is rá kéne már kapni, mert hát ha jobb lennék. Igen. Mert ilyenkor, mikor látok egy nagyon jó festőt, én bennem minden kihűl, mert azt mondom, hogy soha, mert már időm se lesz rá, ugye kezdjük ott, és mindenkinél kisebbnek érzem. Érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem meg pont az ellenkezője volt. Nem. Most, ahogy megnéztem róla engem egy dokumentumfilmet, meg olvastam, meg mondod, hogy is volt vele, mert csinálni. Nagyon keveset persze. Tanultunk főiskolán, csak így említés szinten. Én nálunk nem is volt említve, tehát hogy egyáltalán nem, hanem úgy, ahogy szembe jött, mondom, rajzfilmekből, újságban. Hát a mexikói. Oda kapja, mi, kiről van szó, hogy? És akkor elkezdesz utána nézni, és akkor jössz rá, hogy tényleg ő tudott valamit, van benne valami, és egyszerűen csak ösztönös úgy volt egyébként. Igen, az ösztönösség az nagyon fontos. A művészeknél nagyon fontos. Szóval igen. Visszatérve, amit elkezdtél, hogy nekem meg pont fordítva van, hogy ahogy én megnéztem, engem meg annyira felkavart, meg feldobott, ja, meg ilyen dolog. Erőt adott ahhoz, hogy Úristen, van, aki hogy kiáll az elveiért, és hogy küzd, és hogy meg tudja jeleníteni a gondolatait, hogy hát ezt én is meg tudnám, csak hogy így nincs bennem az a tűz. Bátorság. És meg az a bátorság, igen, az is. Mert ugye leveszi az embernek rögtön a hangulatát, ha azt mondja, hogy jaj, most nem tudok festeni, mert mást nem tudok szellőztetni, ugye? De ahogy mindenféleképp más tudatállapot kell, amikor ott állsz a vászon előtt, és elkezdett csinálni, tehát az úgy nem megy, hogy akkor én most festek nem, akkor tényleg festesz valamit, nem, ahhoz nem tényleg azokat át kell gondolni, végig kell érni, meg kell érni, meg olyan és bele kell élned magába a festészeti. Hát önálló szegénynek ez volt. Ki kell jönni ezt a hétköznapokból. De minden, ott le kell zárni mindent magad körül, és csak te vagy, meg a vászon, és kész. És akkor tudod igazából kiadni ezeket a legbelsőbb érzelmeket. És akkor tudod át is adni. Tehát de neki fontos. Teljesen más volt ő neki ez volt a menedék. Másképp a kapaszkodó, mert különben nézhette volna magát a tükörbe simán, ha nincs ez a tehetsége. Vagy magadról beszélsz? Nem. De igen, de is az hajszolt be egy közt tulajdonképpen. Na de azért az egy kicsit túlzás, úgyhogy azért... De nem igaz, mert ugyanúgy ember. Nem, az a fajta ösztönösség az nálad is ugyanúgy megvan. Most pont ezen gondolkoztam, ő nem ő Frida se tanulta sehol, nem? Tehát nem teljesen magától. Autodidakta volt, és pont ezért nem rontották el.
Na, nekem mondták egyszer, hogy örülj, hogy nem vettek fel, mert legalább nem rontottak el. Úgyhogy, de már megromlok magamtól, mert már öreg vagyok ahhoz. Hamar kellett volna hozzáfogni, és akkor talán tényleg tudtam volna. De neked meg most jutott rá idő, hogy hát meg ennyi, tud csinálni. Ennyi. Na, ehhez kell a bátorság. Zsófival nekünk már így bekorlátozták az agyunkat valamelyet. Igen, teljesen. Igen. És egyből korlátozod magad. Mikor mondja nekem, azt a szabályokat, mondja, mi, igen, mondom. A szabályokat, azt mondja, a fülét kicsit hátrébb. Mondom, nem. Meg már megint beszorítottad a kis szélére, hát nem. Igen, a kicsit a feszített kompozíciói, igen, azok teljesen. Igen. Ne, hát nem. Lehet, és képes hogy... eltörni a lábát, hogy beférjön a kép. Igen. Nem baj, ha kilóg néha. Nem, hát a lóláb. Nem akarja. Nem tudom, hogy nem beszorítja. Ha más nem, akkor kicsavarja. Igen. Na de hát most ösztönösség. Hát na, majd kitódjuk a vásznot. Hozzászögetsz még egy kicsit. Igen. Na, elvicceltük szegényt, de az az élet, ami neki volt, valószínűleg, hogy ez így volt megírva. Mert akkor talán nem lett volna ekkora művész. Hülyeséget mondtam most, de igen. Nem? Vagy igen? Hát sokat számított ugye a Rivérának a háttere, ugye, azért csak nyomta, de hát ki persze. is használta. Még beszéltük is előtte Rozival, hogy haragszik, vagy hát így nem nézünk jó szemmel arra a férfira, mert hogy olyan, mintha így leszívta volna igen, az energiáját. A tehetségét, vagy a kreativitását saját magában használta fel. Nem, elismerte. Első mert ő ugye ez a tanult festő volt, aki a ezért ott volt Lenin, meg a munkások, és akkor ő ezt na gyártotta. Na jó, mert ez már az eszmeiséget rávitte a vásznonra. De hát jó, meg azért egy ilyen erőteljes nő mellett. De láttad, hogy azért egy galamb, meg tényleg egy törékenyes nő, és ez anya. A robosztus férfi. Tehát ott férfi. A férfinak is, férfiak is másképp, tehát mai napig, hogyha egy erőteljes nő van egy pasi mellett, belebeszélek, igen, bele. Jó. Egy erőteljes nő van egy férfi mellett, akkor az látszódik általában a férfiak, hogy azért próbálnak teret csinálni maguknak, nem és valahol azért próbálják őt úgy nem is szabályozni, csak úgy a saját identitásukat megőrizni mellette. Tehát az is nagyon fontos. Ha eléggé szereti, akkor hagyjam megnyilvánulni, én szerintem. Akármennyire szereti, azért hidd el, hogy a női férfi szerepek azok könnyen eltolódhatnak ebből a szemszögből. A korok is azért közre játszanak. Igen, hogyha valaki de ezek felvilágosultak voltak relatíve. Hát másképp nem tudtak volna együtt élni. Na várjál, mert volt is egy ilyen mondata a filmben, ugye Rozi, te láttad, hogy egy kislány megkérdezte Frident, hogy ti miért éltek két házban? És akkor, hát és akkor mondta, hogy azért, mert igen. Mi két külön ember vagyunk, és csak a szerelem köt össze minket. Mert volt egy híd voltak közlekedni. A két ház között. Két ház között. Hát én is megtenném, ha lehetne. Ha tehetnék. Én meg csapjál az élő bele. Példa vagyok. Igen. Hát bizony. Úgy nem baj, majd rólad is így fogunk beszélni pár év múlva. Igaz, ez Zsófi? Igen. Szóval az a lényeg, hogy Rivéra folyamatosan megcsalta Fridát, például a húgával is, tehát a Frida húgával. Igen. És akkor elváltak. Hál' Istennek. De nem konkrétan ezért, mert más, már ő a harmadik felesége volt gyakorlatilag. Igen. És ők eredetileg úgy is indultak neki ennek a házasságnak, hogy tudta, hogy hűtlen. Hűtlen és hogy barátnak inkább. De hát ő sem érte el is el. Elvtársak. Hát szoszó, igen. Hát külön is, hogy elvtárs. Igen. Vagy egybe is. És hogy ez nem lesz probléma a továbbiakban. De hát azért elvárta volna, hogy hűséges legyen. Ez kétségtelen, melyik nő nem várja el. Meg melyik férfi? Csak egy kis hangulatkeltésnek. Hallgassuk már meg azt a zenét a filmből, amikor megtudta, hogy Frida, hogy megcsalta a saját húgával a férje, és amikor a kocsmába az, és egy nagyon híres dal. Azt én átvettem a telefonomra, úgyhogy, és azt tudod, hogy férfi-e vagy nő, aki énekel? Nem egy ilyen vénasszony. Egyszer férfi, egyszer nő, ahogy megnézed. Nem bírod, én nem tudom. Akkor ez is egy utalás. Érdekes, igen. Egy talány. Hallgassuk meg. És akkor utána fogok.
dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Hú, rendesen kilibabőröztem itt. Ezt szépen villamos... kilibabőröztem. Akkor hogy meg? Igen. Nem baj, hát mindenki úgy mondja, ahogy érzi. És? Hát, hogy a villamos sín csikorgás. Most nem tudom, miért jutott eszembe a párna. Arra is rá volt írva, hogy szereti, meg azt, hogy... Ami a múzeumban van, a Frida igen, múzeumban. Igen, igen, és arra is rá van írva, hogy szerelmem Diego, meg szóval állandóan e körül 25 évig éltek együtt tulajdonképpen. Na most ez elég hosszú idő. Úgyhogy a másik dolog, meg van egy festménye, amin a görögdínyés. Biztos láttátok. Igen, 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 igen. És igen. Be van vagdosva a görögdínye, és rá van írva, hogy viva... hogy mondják az Ricky életet? Martinnak volt valami, de egyébként tényleg a vida, ugye... Viva la vida, az... hogy éljen az élet. Érted? Mm. És közben látod, hogy milyen kevés jutott neki, azt is megszenvedte. Szóval, hát én nem tudok erről a Fridáról mit mondani. Nekem úgy, ahogy van egy etalon. Nagyon gyorsan soroljuk már végig azt, hogy mi történt vele, amik inspirálták őt nem a képekben. Hiszem, tehát akkor lesz. Volt ez a folyamatos fizikális fájdalma, ugye igen, ez a fizikai fájdalom, összetörtek a csontjai. Nem tudom, hány helyen tört el a gerince is, vagy nem tudom, hány műtéten esett át, hogy összecsavarozták, pedig akkor még azért nem volt olyan fejlett az orvostudomány. Hát pontosan hogy... azért tudtak ilyen drasztikusan csak, meg ilyen fémfűző, meg minden volt rajta, szóval. Meg a medence csontja is összetört. A három darabra tört, igen. És pont ezért háromszor is elbetélt, tehát három gyereket igen, veszítette igen, el, és rettenetesen szeretett volna gyereket. Hát ott voltak a nővérének a gyerekei, két gyerek. Hát ez nem jó, olyan. De az őket... próbálta, ugye. Meg rengeteg állata volt igen, emiatt. Majmok, igen, papagájok. Gyerekpótlóként, igen, ugye, igen, igen. Sajnos így kell mondani. És ugye a férfiak, az, hogy egy hűtlen volt a férje. Jó, de ebbe ezt tudta. És meg ez, hogy ez a nemi identitány zavara, szerintem ez is nem kínoszhat. Volt ez zavar, hát mert szerintem... volt egy ilyen maszkulin. Tehát, hogyha férfinak hát, született volna, akkor egy boldogabb. Egy pasas lett volna, lehet. Boldogabb lett volna valószínűleg. És hány lány volt? Négy lány és egy fiú, vagy nem is tudom a családban. Öten voltak testvérek, vagy négyen, már nem emlékszem, elnézést, mert az élet volna. De ő volt a veszett, felkészülni. Az a lényeg a igen, de igen, és majdnem a legkisebb is. Apja kedvence volt. Igen.
Úgyhogy még azért a szeretőjéről egy kicsit beszéljünk már, hogy ez a kommunista, a tehát hogy ő szerintem inkább az elvekbe volt szerelmes, mint magába az emberbe. Abban az időben divat volt. Akkor volt a Leninnek a kultusz. Igen, hát nem kultusz volt, tehát akkor hát volt az orosz forradalom, és akkor ugye utána Sztálin lett, Sztálint utálták, mert ugye Lenin bukása meg halála után jött a Sztálin, és ott szitták a hizébe is. Nem éppen így képzelték itt a kommunizmus megvalósulását. Hogy meg ott volt egy felvillanás, nem tudom, hogy a Banderas kinek a szerepét játszó, ő is szerepelt a filmbe. Ő is valami forradalmár, és azt mondta, hogy igen, fel kell áldozni az embereket, sok embert fel kell áldozni a tömegnek a boldogságáért. Sztálint így magyarázta. Na most ez nem is tartozik már ide, és csak ugye Trockinak menekülnie kellett, és de azért, Mexikó hogyha hagyta. Valaki, a neve biztos ismerős, de hogyha valaki nem tudná, ő egy ugye orosz forradalmár volt, akit üldöztek, és ugye Mexikóba menekült. Őt fogadták be egyedül. Nácik is ugye Dél-Amerikában. Na jó, hát azért. Lehet, hogy tőle vették az ötletet. Szóval, hogy ott bujkált Fridáék házába. Ja, mert utána már nem volt más lehetőség. Mexikóba befogadták, és akkor kerültek össze újra. Amikor megkérte ez a Diego, hogy menekítse hozzá, mert barátok voltak tulajdonképpen a Trockijal, és megtalálták Mexikóba, és akkor elkezdték ottan keresgélni, na mindegy. Utána őrizetet adtak neki, ott volt, összejöttek megint a Fridával. Mondjuk ez is érdekes volt a filmben. Ahogy ez hozta össze őket gyakorlatilag. Hogyha valaki nem tudja, hogy nézett ki Trockij, ugye hát ilyen 25 évvel volt, 20-valamennyivel volt idősebb Fridánál. Jó, de ilyen, a feleség is ott volt. Ő is egy ilyen zsidó származású pali. Nekem még kicsit olyan Einsteinre hasonlít. Hát, kecske szakállal, mert akkor az volt a típus. Divat. Ilyen apja-szerű. Jó, és hát akkor még volt egy jelenet is. Arra én nem emlékszem, mert nem látta a az ilyeneket én nem emlékszem. Olyankor kispárnát teszek a szemem elő. Mert már idős vagyok ehhez. Igen, így. De mindegy, de ezzel tehát, hogy megcsalta ugye a de hát mindenki Rivera, csalt, mindenki. Diego Rivera megcsalta szintén az idősebb, gyönyörű szép elvekkel, meghódította Fridát, és akkor utána megint egy hasonló emberbe hát, kapott bele. Valószínű, igen, mert talán a fiatalokban nem bízott annyira. Mert elhagyta az első, a balesete után elment. De nem hiszem, hogy ez befolyásolta, hanem egy nagy párfordulás volt tulajdonképpen. Mindenképpen ez határozza meg az életét, ez a baleset, ez a tragédia. De most a szexjelenetre jut eszembe, hogy egy kis bulvár. Ugye a nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a MeToo botrány idején Salma Hayek is elmondotta erről egy kis történetet, hogy itt ki az a MeToo? Producer Pali őt is. Ja, hogy amikor zaklat, ja, ez a... Aha. Na, de hát kit nem zaklattak eszembe, már, bocsánat. Hogy rákényszerítette a leszbikus jelenetre, mert nem volt eredetileg benne ja, a filmben. Ja, igen. És azt mondta, hogy ha nem csinálja meg, akkor nincs több filmezés. Hát igen. Hát most ez más, mert nem ő maga volt az, aki zaklatta. Hát most az, hogy rákényszerítenek, az, hogy egy tök mesztelenül egy másik nővel na látod, ebbe a filmbe is megtörtént. Hát de most mondom, hogy nem volt benne. Most mondja, ja, hogy bele, pluszba bele lett írva. De hát ez egy női rendező volt. A producer. Ja, a producer. Hogy hívják már, nem jut eszembe. Mindegy, nyilván neki benne van a pénze. Tehát, hogyha most teljesen leegyszerűsítjük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy nem feltétlenül azért készített rá Salma Hayeket egy homoszexuális jelenet eljátszására valójában, hogy ő élvezkedjen, hanem mert neki ebbe pénze volt, és elég jó, de, valószínűbb, hogy inkább megnézik azt a filmet. De ha láttad volna a filmet, előtte való jelenet, az épp elég lett volna, mert egyértelmű volt, hogy kézenfogva mennek szobára. Uh-huh. Igen. Tehát ott nem hogy volt szükség. Nem kellett szükség volna részletezni, igen. Egyáltalán. Igen. Sőt, úgy maradt meg volna a film művészibbnek. Igen. Szóval a finom műszéket, de lehet, hogy azzal akarta ezt igen, prezentálni, kicsit, hogy durva, hogy, szóval belement hogy minden legyen, a Frida. Legyen igen. Benne az a plusz, persze nyilvánvaló, hogy ezzel tudta egy kicsit tehát attól, hogy rákényszerítés, mondjuk utána kivágják ezt, hogy a művész értéke megmaradjon a filmnek, akkor már megint egy másik tésztáról beszélnek. Mondjuk szerintem. Erre nem is emlékszem.
Én annyira kívül tudom magam tényleg helyezni ezen. Vagy én csodálkoztam egyébként, tehát még úgy, hogy előtte láttam, mint ahogy ezt olvastam. Ja, ja, ja. És én csodálkoztam, hogy miért van benne. Uh-huh. Már akkor is így kiégett a retinám. Hát, mert tök jó rendezői dolgok voltak benne, hogy ahogy például megelevenedtek a festmények, ahogy rekonstruálták, vagy amikor levágta igen, a haját. Igen, emlékszel igen, arra? Igen. Hogy van egy olyan festménye, amikor... Ez mindig, bocsánat. A szerelmi bánatkor. Pütyű levágják a hajukat. És ugye Fridának is van ez a festménye, hogy férfi öltönyben, férfi ruhában megfestette magát. Igen, igen, hátrafésült hajjal, igen. És ez megjelenik a filmben. Igen, igen, igen. És úgy, hogy tudod, van ez a technika, amikor az élő embert befestik, mintha festmény lenne. Igen, és akkor megmozdul. Igen, igen, és igen, azt igen. megcsinálták, pedig ez már 2002-es film. Nagyon jó film volt. Én nekem tetszett, mert láttam már nagyon régen, és nem emlékeztem mindenre, úgyhogy megnéztem. Tehát ahogy írja a naplót, ahogy szétfolyik a festék, úgyhogy tökéletes, nekem nagyon tetszett. Jobb még zene? Nem, csak berezonáltunk. Azt hittem belelepült egy légy a mikrofonba. Na és akkor miről beszéljünk még? Nem kell nyúzni, húzni. Egy nagyon drámai életet kísérhetünk végig gyönyörű képekkel. A maga a film is nagyon jó volt ilyen szempontból, mert nagyon jól megkomponált film volt már, amit értek én hozzá, mert nem értek hozzá. Kár, hogy itt nem lehet poénkodni. Hogy tetszik, vagy nem? Nekem nagyon tetszik. És mi? A film. Ja. Hát azt kérdezte, hogy a laikusként. Tehát... Igen, bőven elég. Igen. Tehát, hogyha gondolkoztam utána, hogy ha valaki nem ismeri ezt a festőnőt, és semmit nem tud róla, csak úgy a filmet megnézi. Hogy mennyire... Hogy milyen mi mert ugye én már tudtam információkat róla, és hogy... Szerintem hatásos. Majd utána is beszélünk róla, meg mikor megnézzük a kiállítást, meg mikor Zsófi megnézi meg a filmet. Igen. Majd ő elmondja, hogy melybe vágta-e, vagy nem-e. Köszönjük, mutatja ja, melyet. Mert most már igen. Már hát eleve úgy igen, mert itt mindenféle téren egy kicsit sokkoló volt ez az egész. De ez volt a cél. De az élete is megrázó, ilyen volt, nem? Persze, tehát, persze. Tehát, hogyha a sokkolás benne van, az szerintem maga az élettörténetében is benne van, hogy a... Hát azért a drámaiság kijöjjön rendesen. Így van. Hát például, amikor megfestette magát vérben, fürödve, vagy mondjuk ja, mást amikor vérben. Elvetélt, igen, meg elvették a gyereket. Ugye ez is megjelenik a filmben, hogy ez a valóságban is hogy nézhetett ki. Tehát, hogy ő csak amit kívülről látta magát, mint ahogy Rozi is, amikor kifested ja, magad, ja. Hogy ő kívülről látta magát mondjuk a kórházi ágyon, és azt is megfestette. Ja. Igen, hát asztrálisan mi? Úgyhogy kivetítette magát a vászonra, asztrálisan. Hát gyerekek, ne is vonjunk párhuzamot, mert képtelenség, szóval nincs még egy olyan. Hiába mondják, hogy a 20. század. Régebben se nagyon tudok női ennyire elementális erővel ható női festőre. Még ezt hogy mondjam már, mert itt kiírtam magamnak, hogy azt mondta róla Rivére, hogy már hogy Frida, egy masnival átkötött bomba. Az. Na, én ezt nem is hallottam, igen. Ja, hát kétségtelen mert az volt. Nőc is volt, de mégis. Igen, és milyen törékeny, finom, mert olyan mozdulatai voltak a dokumentumfilmeken látni, mert ugye azért utána néztünk, hogy nagyon egy légies kis könnyed nő volt. Picike. És mindig a virágok a hajába, és kimondottan nőies. És az a galambszárny szemöldökkel. Hát ez... Nekem meg pont az volt, hogy olyan, mintha férfi és nő is lett volna egyszerre, mert azért, hát erős azért csak a 20. Persze. század közepe fele jártunk már, és hát csak nem szedte ki azt. Biztos, nem. Hogy volt ilyen. Meg hát ugye meg a szőrzet. A szőrzet ezeknél a Mexikó, stb. A déli népeknél nem probléma. A görögök, sőt, törökök, az a szexi. Igen, van, ahol ez csak nem, mi szedegetjük itt szállonként. Nekem egy ismerősöm mondta, hogy megpuszilt, és azt mondta, hogy ne haragudj, nem borotválkoztam egy nő. Mondom, én még nem borotválkozom, de majd eljön az az idő is, és összeakad a bajszom. Na de hát minden idő korszaknak megvan a saját. Meg hát a nép típusoknak, hát persze.
Na de akkor még egyszer így összefoglalnám, hogy... Igen, egy masíval átkötött bomba. Nem volt, hanem hogy Frida ilyen női, ilyen asszony dolgokat festett mindig meg. Tehát, igen, hogy azért meg vonzó, sokat magát festette, igen. Azért vonzó lehet jobban a nőknek. Nem tudom, egy férfit szívesen megkérdeznék, hogy... Mi férfiakat is festett? Apja portréját, a doktor portréját, a férjét. De nem azt mondom, hanem, hogy egy férfit megkérdeznék, hogy... Ja, hogy mennyire szimpatikus, igen, ezzel a... Mert minden nőnek szimpatikus, vagy legyen olyan, hogy egy-kettő nem. De női szemmel kifejezetten szép volt. Tehát én szépnek látom én a képeken. Nagyon, meg, és nagyon jó találat volt a színésznő. Leszámítva ezt a szörzetet, igen, mert nekünk ez szemet szúr, meg mi el vagyunk tőle szokva, meg kifejezetten mindenhol mindent szedünk, amit csak lehet. És, de alapvetően, ha a vonásait nézed meg, gyönyörű, az arcát, a karakterét, szép volt. Ő szép és volt. A mozdulata is finom, nőies. Mondjuk én a képeire gondoltam. De jelent, csak én mondom, azt hittem, hogy belecsaptam Zsófinak a szövegébe. De a képein igen, hát ugyanazt festette. Ugyanaz, igen. Hát most tulajdonképpen magát festette ki. Még én két dolgot gyorsan elmondanék, és akkor elköszönünk, mert jön a következő műsor. Hogy pedig milyen az jól egyik, belejöttünk, ahogy megnéztem a... Tehát ugye többször is megjelenik minden helyen az a képe, hogy amikor úgy festette meg magát, hogy kilátszik a gerince, ami ja, fémből igen, van. Igen, tehát igen, mint hogyha egy robot... lenne, hogy de nem úristen, az a célval, mondom, abban biztos az időben a biomechanikus ábrázolás, hogy már ő kitalálta, és soha előtte senki, most meg ez dívik. Igen. Ugye? Igen. Hát igen, hát biztos, hogy... Te úttörő volt. Hát biztos nem azzal a célzattal, hanem hogy a fémből van tulajdonképpen megerősítve. Meg ugye a külső veszélyisakból volt fémből. Jó, de hát mindegyiknek az a lényege, hogyha ilyen ábrázolás van, hogy erősebb legyen az ember. Persze, ugye? Persze. Szimbólum. A másik pedig, hogy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, amit magammal párhuzamot vontam, mert ez nagyon tetszett nekem, hogy ő is használta ezt a technikát, hogy csak foltokat rakott fel, és abba látta bele. Főleg, amikor ott a naplójában ilyen vázlatokat ja, készített. Ja, hát ez amúgy is kis felület is volt, meg átírta többször, meg de lehet, hogy az úgy sikerült. Hát ki, meg ezeket a mexikói... Nem, ő ezt leírta a ja, rajzok mellé, hogy úgy mi? Rajzol, hogy a foltokban mit lát után. Tehát ja, magát inspirálta az. Ja. Igen. Ja. Hát mert mennyit unatkozhatod, gondolod? Ágyban hát, fekve. Szóval ez egy borzasztó volt, és mikor azt mondta, hogy égessék el, mert már eleget feküdt, ne temessék el. Aha, arra nem emlékszem. Hogy igen, hogy meg az ágyán úgy van felravatalozva, és akkor az a hiszi, hogy ég az egész. Úgyhogy, hát a filmnek a végén. És hogy mindenképp égessék el, mert ő már eleget feküdt, nem akar tovább feküdni. Uh-huh. És nem sajnálja egyáltalán az életét. Szóval igen. Hozzád nagyon közel áll. Hogy én nagyon szeretem, igen. Ő művészete. Ja, hát igen. Igen. Szeretem. Na, mondjunk egy végszót, gyerekek. Ez a Frida Kahlo, ez egy szenzációs művész, ember, stb. Irigylem a mindenféle rossz, meg a jó dolgaival együtt. Én azt mondom, hogy ha megnéztük egy megélt élete volt. Ha megnéztük a kiállítást, akkor megint beszéljünk igen, már, hogy jó, élőben milyen hatást keltenek a képei, és remélem, hogy felkeltettük az érdeklődést, hogy mást általában is elmegy. Csalódást szokott okozni, nekem volt olyan. Na. Igen. Az élő kiállítás, tehát ott, ahol igen, konkrétan igen, találkozol igen, a képekkel. Nem a képekben van a probléma valószínű. Hanem a talán tálalásban? Nem tudom. Én ezével voltam így a Lautrec kiállítással, hogy csalódtam. Nem azt... Jó, de most akkor nem beszélünk, persze. Nem már fenntartásaim vannak. Nem így állunk hozzá. Úgy állunk hozzá, hogy nagyon jó lett. Hogy elementális. Így van. Nagyon így jó. Van. Kétségtelen. Te már Fridát átélted, én meg át szeretném élni. Tehát azt. Hogy... Nézd meg a filmet. Azzal kezdem, aztán megnézzük a kiállítást, és aztán visszatérünk. Ez épp olyan, hogy nem jó elolvasni egy regényt, amit aztán filmesítenek meg.
Mert ha elolvasod, akkor többet válsz a filmtől is. Igen. Szóval azért mondom, hogy ezt igen. Hogy a filmet utána kiegészíti úgy a akkor... film. Egyrészt, másrészt viszont, hogy meg fordítva csinálod, akkor saját magad képzelheted el. Tehát... Na, majd meglátjuk. Meg. Akkor hajrá, nézzük meg a Frida Kahlo kiállítást. És mindenkinek ajánljuk szeretettel. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Viszont hallásra.